Még a migrációs válság előtti hónapokban egyre többen a kormányzati körökön belül is felvetették, hogy visszafogottságra, szerénységre lenne szükség a politikusok részéről. Mások mellett Pokorni Zoltán is erről beszélt, de nemrégiben Szőcs Géza is így fogalmazott, hogy neki sincsenek kaszinói. Az előző Orbán kormánynak ugyanakkor az volt az egyik célja, hogy megszüntesse mind az álláshalmozást és eltörölje a kiemelkedően magas, sokszor teljesítésektől mentes állami béreket. Ez a lépés az a bérplafond régi adósság volt, hiszen korábban éppen az állami vállalatoktól talicskázták ki a pénzeket a felső vezetők. Most viszont mindez megszűnni látszik. A vonalban Volner János, a Jobbik frakció vezető helyettese. A hírek szerint havi 5 milliót kaphatnak a pénzügyi szektorba tartozó cégek menedzserei, 4 milliót vihetnek haza az energiacégek, kiemel stratégiai jelentőségű vállalatok irányítói, és 3 millió forinttal mehetnek haza a többi állami cég vezetői. És ez csak az alap, tehát még jöhetnek a 20%-os prémiumok. Mit szólnak a javaslathoz? Nagyjából igaznak látszik az, amit a Fidesz választási szlogentként bevetett. Csak a Fidesz számít, a fideszes vezetőknek gyakorlatilag minden jár. És most gondoljon bele, 2010-ben 98%-os különadóval, tehát szinte teljes elvonással sújtották a 2 millió forintnál nagyobb végkielégítéseket, mert azt mondta rá Orbán Viktor, Rogán Antal, Lázár János, hogy pofátlanul magasak ezek a végkielégítések. Hát ehhez képest most nem, hogy 2 millió forintot, de havi 5 millió forintot is meg lehet keresni az Orbán kormánynál. Úgy látszik azóta már nem számít pofátlanságnak. A kabinet egyébként az állami számvevőszék elnökének felvetése alapján dönthet, mert egy Domokos László azzal indokolta a béremelést, hogy ezek a vállalatok, közműcégek szolgáltatásai nagyon sok millió ember életét érintik, és hogyha jó minőséget akarunk, akkor a béreket is ahhoz kell igazítani. Tudjuk, persze. Alapos indok ez? Nyilván nem, hiszen hogyha 2010-ben ezek az összegek, vagy ezek még kisebb összegek is adott esetben pofátlanságnak minősültek, akkor ma is azok. Nyilvánvaló, hogy itt semmi egyéb nem változik, csak a Fidesz számít, a fideszes haverokat igyekszik mindig megjutalmazni a kormányzat. Most gondoljon arra, hogy március 15-én például a broker botrány közepén kitüntetik a pénzügyi felügyelet korábbi elnökét. Az is ugyanilyen elképesztő lépés. Gyakorlatilag semmi nem számít, már lassan látszatra sem adnak. Önmagában pedig egy elképesztő dolognak tartom azt, hogy az állami vezetők annak ellenére kereshetnek akár havi 5 millió forintot is, hogy Magyarország egy harmada a szegénységi küszöb alatt él. Ezt nem én állítom, hanem az Európai Unió statisztikai hivatala. Ön szerint lehet összefüggés a között, a két dolog között, hogy az elmúlt hónapokban a migrációs válság mellett persze, és a háttérben arról szóltak a hírek, hogy mely állami cégnél milyen vezetőváltások voltak, általában azonnali hatályúak. Aztán eltelik jó pár hét, és jön egy ilyen javaslat. Természetesen megcsinálták a megfelelő személycseréket, és gondoskodtak arról, hogy a saját embereiket megjutalmazzák. Én egyébként azt látom, hogy az országban azért is van ekkora ellenállás a politikai világgal szemben, mert azok a 20. századi politikai pártok, mint amilyenek a Fidesz és az MSZP, hagyományosan abban gondolkodtak, hogy amikor ők vannak kormányon, akkor gyakorlatilag zseppénzként bánnak az adófizetők pénzével, bármit megtehetnek, és nem szolgálják a társadalmat, hanem uralkodnak rajta. Ez az eset egyébként kiváló példája ennek, hiszen kormányzati pozícióba jut egy párt, amit korábban pofátlanságnak tartott, az most már kifejezetten hasznos lépés, és megindokolják azzal, hogy nekik minden jár. Kérdezem én, hogy mondjuk a magyar átlagembernek mikor fognak ezek a többmilliós fizetések, vagy akár nyugat-európai szintű javadalmazások járni. Vajon azokban a munkakörökben, amit mondjuk ellát egy vonatvezető, egy esztergályos, egy autószerelő, teljesen mindegy, miről beszélünk, vagy akár egy ápolónő, azokban a munkakörökben nem fontos az, hogy pontosan teljesítsen a dolgozó? Nem lenne igazságos neki is nyugat-európai béreket adni? Nyilván igen, csak erre nincs meg a gazdaságban a fedezet, ugyanúgy, mint erre a pazarló úrizálásra sincs. Hogyha már sokak szerint pazarló úrizálás, akkor nézzünk egy tegnapi hírt, mert hogy tegnap került a parlament elé az a javaslat, mely szerint ugye önálló minisztériumként alakulna meg a miniszterelnöki kabinetiroda, a vezetője Rogán Antal, és arról is lehet olvasni, hogy ez bizony plusz költségeket jelent, még költségvetést is kell módosítani. Belefér ez most a büdzsébe? Hogyha most nem is az idei évi költségvetést nézem, hanem összességében Magyarország helyzetébe belefér? Önmagában az a nevetséges helyzet nem fér bele, hogy
egy-egy személyhez igazítják akár a kormány struktúrát is, és gyakorlatilag úgy gombolják a kabátot, ahogy éppen Rogán Antalnak tetszik. A Jobbik közleményében például úgy fogalmaztunk, hogy Endi Vajna talán vett magának, illetve a barátjának, Rogán Antalnak egy minisztériumot. Ezt jó is, hogy mondja, elnézést, hogy félbeszakítom, mert ezt olvastam a közleményt, de nem értettem, hogy hogyan most ide Endi Vajna. Endi Vajna úgy jön oda, hogy látszik, hogy elképesztő érdekérvényesítő képessége van, hiszen gondoljon bele, ki tudta sajátítani gyakorlatilag a kaszinó bizniszben több milliárd forintot érdemi versenytárs nélkül, óriási befolyással rendelkezik filmügyi biztosként, gyakorlatilag a magyar filmgyártás szinte teljhatalmú ura jelenleg Magyarországon, és azt is tudjuk, hogy jobb van Rogán Antallal. Tehát önmagában én egyébként azt tartom elképesztőnek, hogy egy-egy ember képesek átszabni tényleg egy egész minisztériumi struktúrát. Önmagában természetesen az egy parlamentális demokráciában elfogadott álláspont, hogy egy kormány azt csinál a minisztériumi struktúrával, ahogy szeretne, azt el kell fogadni, hogy ő szabja meg a feltételeket. No, de itt annyira kibújik a szög a zsákból, hogy Rogán Antalra van szabva ez az egész elképzelés, hogy az már tényleg szánalmas. Egyetlen egy percünk maradt, más téma, de változatlanul a kormányzati politika. A DK hatalmas vereségről beszél, azáltal, hogy tegnap elfogadták ugye az uniós belügyminiszterek a kvótarendszert, Magyarország ellenállt. Ön szerint vereség? Nyilvánvaló, hogy vereség, hiszen hogyha Magyarországra erőszakkal ide telepít az Európai Unió több ezer úgynevezett menekültet, itt azért még egyszer hangsúlyozom, hogy nem menekültekről van szó, hiszen a menekült a legközelebbi biztonságos országig, és nem a leggazdagabb nyugat-európai országokig rohangál, akkor az Magyarország számára olyan, mintha egy erőszakot követtek volna el ellene. Ezt a lépést a Jobbik kategórikusan visszautasítja. Az Európai Unió nem szabhatja meg nekünk, magyaroknak, hogy ki az, akit kénytelenek vagyunk befogadni. Teljesen mi jogunkban áll az, hogy eldönthessük, hogy kivel szeretnénk együtt élni, és kivel nem. És én úgy látom bizony, hogy a magyar társadalom ezekkel az emberekkel nem szeretne együtt élni. Mennyiben lehet, fél percünk maradt, mennyiben lehet hátránya Magyarországnak a tekintetben, hogy ellenállt, de úgy néz ki, hogy a kóta javaslat mégis életbe lép? Nagyon bízom benne, hogy nem fogjuk befogadni ezeket az embereket. Orbán Viktornak ebben az ügyben kell nagy keménységet tanúsítania az Európai Unióval szemben, hiszen ez egy olyan kérdés, amikor akarata ellenére egy országra rákényszerítenek valamit, amit ő nem akar. Ugyanúgy, ahogyan túl vagyunk már a középkoron, nem lehet rákényszeríteni ma egy fiatalra azt, hogy kivel házasodjon, kivel ne. Ugyanígy nem lehet egy országra sem rákényszeríteni, hogy mondjuk muszlim, szíriai embereket fogadjon be, és velük együtt éljen.